halálosan korán reggel van, de annyira, hogy mikor keltünk ilyen korán utoljára, Ferenc? Torna EB-re megyünk. Úgy van, mert este egyébként megyünk a Barcelona-Fenerbahce kosárlabda meccsre. Sziasztok, Hang Ádám vagyok, és iratkozzatok fel a T-közép YouTube csatornájára. Utána meg másnap meg oltási könyveket elő, ugyanis Suárez fog megharapni minket a Puma jó voltából. Oda néz a barcelonai reptéren egy official Real Madrid bolt. Micsoda nagy izé lehet itt. Champions. Nagy bevétel. Igen. Mint a lenne a határúton egy Újpest shop. Hogy él van a taxi? Jó méri. Jó méri. 5 euróért beültünk. Pereg az óra. Pereg, de jó, hogy nem én fizettek. Ey gringa, como esta, bum bum tam tam fiesta, cha 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 mi chiquita, Lamborghini Elettra, Maki Pano Tequila, Platina bring me kiba. Traditional, ez izé tapas. Anyám. Csillagom, csillagom. Gyere ide, anyukám. Kéne még kávé, meg bombusz. Ezt a pandák zabálják. Igen. Csillagom, még egy One Coke Zero. És hozz kenyeret! Oké. Szevasztok, Bástyák, T-közép on the vlog. Cső. Megérkeztünk Barcelonába, itt vagyunk nem messze a Camp Nou-tól. Egy nagyon faszaságos kis szállást tudtunk foglalni. De még mielőtt belemennénk bármibe, ugye ti sem felejtettétek el, hogy külföldi utazás előtt mindenképpen... Beszéljünk egy kicsit az utolsó videónkról, jó, mert tök nagy sikere lett a múlva. Már régen csináltunk portrét, illetve régen foglalkoztunk vizet, de ahogy el is mondtuk. És itt ugye egyszerre három olimpiai bajnokkal sikerült beszélgetnünk. Sziasztok, Szécsi Zoltán vagyok. Kosnyánszki Norbi vagyok. Bíros Péter vagyok. Iratkozzatok fel ti is a T-közép YouTube csatornára. Van egy kötelezettségünk, ugye, mert Szecska elnök úr felajánlott nektek egy ajándékcsomagot, amire... Nem a Mikulás csomagot. Igen. Befizetted? Be. De az a lényeg, hogy Szecska elnök úr ugye felajánlott egy egri ajándékcsomagot, amiben tartozott egy dedikált sál, egy kis zászló és 2 darab póló, egy férfi és egy női csodálatos egri merch, amit most szeretnénk is kisorsolni nektek, mert egészen elképesztő. Megint 714 komment érkezett. Hát az ingyen. Tehát. Ingyen még a só is édes, ugye. Na várjál, beállítom, hogy legújabb legyen elő. Jó. És akkor... Na. Szólj. Most. Jó. Áron Bati. Aki mondjuk véletlen a vezérért. Hashtag Eger Waterpolo. I go hard like Vladimir Putin. Go hard like Vladimir Putin. I go hard like Vladimir Putin. Go hard like Vladimir Putin. Tehát gratulálunk, Áron Bati, tied lesz, feszítgethetsz majd a strandon a csodálatos feszülős Eger cuccokban. Illetve, hogyha mész ki Eurókupa meccsre, akkor ott is ebben tudsz szurkolni. Így van. Reméljük a döntőben Rossi mester fia ellen. In Italia. Még mielőtt elkezdődik itt a barcelonai programunk, mindenképp szeretnénk elmenni és megnézni ezt a csodálatos Nou Campot, ja, vagy Camp Nou-t, de otthon is láttunk nagyon csecse stadiont. Puskás Ferenc stadion avató, Magyarország, Uruguay. És C-kapunál találkozunk a nagy macskával. Aki velük van, az fejteszi, 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 aki velük van, az fejteszi,
a Suárez. Ja, kim voltunk ugye a Puskás stadion avatóján. Amit ezúton köszönünk megint csak a Puma Magyarországnak, ugyanis az urugvái vendégszektorba kaptunk belépést, és halálfainak ezek az urugvái. Nagyon! Miért az urugvái vendégszektorban vagyunk? Hogy előved a narkozból szerzett spanyol tudásodat. Láttál. A Puma ezt tudta intézni, az urugvái vendégszektor. Beszéljünk egy kicsit a csapatról, meg magáról a játékról. Hát azért azt ti is láthattátok, hogy azért ez az Uruguay, ez nem az a súlycsoport, ami mi vagyunk. Hát be se hogy elszállt, bátya! Tehát, hogyha az életük múlt volna rajta, akkor ők azért berámoltak volna egy... Hát mennyi bőrt számoltunk csak az első fél időben? Nem, az egész meccsen azt hiszem, hogy a 6-ig jutottunk. De az első fél időben már 5 volt. Igen. De egyébként amúgy teljesen tisztes helytállás volt azon a szinten, ami mi közlekedünk. Ja. Azért a Gerazolit lehet, hogy becseréltem volna egy 2-3 percet. Nem tudjuk mi a háttere, lehet, hogy Gera mondta azt, hogy ő már ezt így annyira nem kívánja. Minden esetre azért nagyon szép volt a búcsúztatása. Köszöntjük elnökból a szeretettel! Gera Zoltán! Nyilván ez az Uruguay elleni mérkőzést, ugye Marco Rossi egy felkészülési meccsnek is fogta föl, mert ugye az utolsó sorsdöntő Wales elleni mérkőzés előtt volt ugye ez az uruguayi összecsapás. Hát láttuk azt a Wales-i meccset, nagyon hiányzik Willy Orbán ebből a csapatból. Found it hard for me to follow my dreams, cause I get caught up in the drama till it's harder to breathe. I'm staring right at my reflection and it's not even me. I got these voices in my head and I can silence the screams. It's haunting my dreams, I wonder if it's only myself. But as I take a look around, I see nobody else. Rossi mester, teljesen megértem. Mennyit lejjezett? Túlságosan sok játékos teljesített a saját szintje alatt. Ő volt az, aki tényleg látszott rajta, hogy ő mindent megtett, és... még a szalából ő se tud várat építeni. Hát ez van. I don't like to lose. Nem szeretek veszíteni, hogy őszinte legyek. And even when I lose... I és még akkor is, amikor kikapok, akkor máshogy szeretnék kikapni. A mérkőzés után még nagyon csalódottan nyilatkozott, mondta is, hogy ő lemondta. Akár én elmegyek, nem holnap, de akár ma este is. Nem szerintem senki nem gondolja így, hogy nélküle jobb lesz ez a csapat. Az, hogy most negyedikként végeztünk egyébként, nyilván azért ahhoz viszont nem vagyunk hozzászokva, már bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy azért az utolsó fordulóig, gyerekek, mi tényleg versenyben vagyunk egy Európa-bajnoki kijutásra. Úgyhogy készülhetünk a pótselejtezőre, vagy ami erre az a nemzetek ligája. Annak ellenére, hogy a ranglistán azonos pozíciót foglal el velünk Bulgária, ez korán sem lesz egy könnyű meccs. Nagyon nehéz lesz, szurkolunk nekik, persze, de hát ja, oda kell tenni magukat sokkal jobban, mint Wales ellen. Ha viszont ezt a meccset megnyerjük, akkor ugyan egy még erősebb csapat ellen, de hazai pályán játszhatunk majd a rájátszás döntőjében. Ez mindenféleképpen még több motivációt kell, hogy adjon. De akkor most azért tényleg beszéljünk inkább Barcelonáról. Az első tapasztalataink egyébként nagyon jók. Annyi volt egy kicsit fura, hogy leszállsz a repülőről, meglátod a pálmafát, kilépsz, és szétfagysz. Ekkora átbaszást. Gyuri az a kabátot sem hozott, annyira nagy képű volt elő. -6 fok. Kulcsibannak érzed. Jó, amikor kisüt a nap és a napon vagy, akkor amúgy nem rossz. Hát itt télben már filmesztően lapozunk ott, ahogy csíró szaladgált a gomorbába. Hát itt van bőven milyen sporttal foglalkozni, tehát ez a legnagyobb sportparadicsom, nem csak Európában, a világon. Úgyhogy azt is beszéltük így most Gyuriékkal, hogy akkor szépen kimegyünk a Camp Nou-hoz, és megnézzük azt a stadiont is, összehasonlítva a Puskás stadionnal egy kicsit, meg úgy általában ott a barcelonai sportéletről majd így, hát nem tudom, azért gondolom lesz egy csomó érdekesség. Biztos.
Annyira megörült a 0-0-nak, hogy kiragasztott. Kiragasztott egyet, kösz. Súrda sapkájába biztos. Bemegyünk a Barcelona múzeumban, meg ha minden igaz, akkor bejutunk a stadionba és a lelátóra azért leülhetünk. Levágtam a körmöm, várj ilyen. Jujuj. Adult túr. Jujuj. Jujuj. Látod, milyen okosan? Vaka-vaka. Vaka-vaka! Hát annyi sztárt adtunk. Hát ja, Puskás öcsi. Kocsis. Kocsis. Cibor. Cibor is itt játszott. Ja. Hanga. Hanga. Nagy Laci. Így, így. Vince Otto. Ah, Piki. Todo el mundo anda diciendo cómo puede ser. Estoy haciéndolo hace poco, pero salió. Azt a mekkora serlege van a Barszának. Esta noche voy al party, espero que estés. Estoy girando en la movida, no te sientas flex. I want pan Berlin, con tu puta con mi bling. Una vano Medellín, por ser marihuana to me. A kukám. Termesztik a füvet. Mindjárt karacsék kijönnek. És mennyi galamb van, öcsém? A reálos galambok csipekedik az elköpködött szotyoládét. Megőrültök. Négy emelt, négy magasan volt. Aha. Azt a picsa. És van lift. Van. Nálunk meg nincs. Szar a Barcelonának a sajtópáhoja. Azt kell, hogy mondjam. Nagyon durva. Mi, Feri? Hát ez azért olyan. A kínai testvéranyáink. Mindenhol ott vannak, mindenhol. Mencsen vannak? Lehet. És rendes? Valószínűleg nem az uborka termesztés nézi. Ha nem mersz adni neki egy tockos. De adok én, bazd. Ez hülye. Amúgy szerintem VR pornót néznek. Messivel. Ott van bent valaki, bazd meg. Nem lehet egy játékos? Ja. Messi? No? Piqué? Nem? Ez még zóna, öcsi. Na elmondom neked, hogy itt állnánk, ha T-közép lennénk most itt. És így. Igen, és ide be tudnak jönni. De igen, mert a Messi az ide kell állni. Messi sajnos nem mondta bele a mikrofonunkba, mert nem érte fel. Aztán. Te. Te, nem lehet, hogy részt ütöttünk a pajzson? De. De van zárva? Nincs. Gyertek. Itt lehet menni oda, ahol nem vannak a pályán. Hát beszarok. És ezek itt jönnek ki? Aha. Na jó, tényleg most már aztán tényleg a tech pár perc. És itt van. Szóval gyerekek, lehet füvet venni a Barcelona pályának a szélén. Can I smoke this? Please. Amúgy nekünk ide nem szól jegyünk. Tehát lehet UFO-kor ez lesz a vége. De tudjátok, a T-közép, öcsém, mindenhova bemegy, mindenhova lemegy. Úgyhogy ez egy ilyen fullos turné lett a végére. De ezek kis plöszek katalának mindenhova átengednek, így mosolyogva. Ja. Azt hattam észre, hogy ezt a Barcelonát itt mindenki úgy mondja, mint hogyha izé aranyosi gondolnál, ilyen Barcelona. És ez olyan kényelmes, apukám, tényleg a dacon ültünk a dacnál. Most tudom értékelni, hogy milyen jó cserének lenne. Újpesten is. Hát, jó, az sem volt, most csak az már be volt pókálosodva. A vendég kis pedig. Tényleg a Sevilla az itt izé halászta ki a pókokat. De ez... Hát könyörögnék, hogy engem pályára ne küldjél, bátya, főleg ha én idő van. Hát nem el vagyok itt? Hát dehogy nem. Elsősorban megnézem. Elszok izgatok hátul, még instázni is tudok. Hát elképesztő, ez nagyon Amerika ez a stadion. Megkérjük Zsolát, hogy egy picit forgassa körbe, lehetőleg a Nike jelet azt valahogy skippelje ki.
de egészen elképesztően hatalmas ez a stadion. Nekem tényleg annak a feelingem van. Készültünk nektek azzal, hogy itt Barcelonába micsoda sportbázis, sportfellegvár működik. Barcelona. Yo mis bambas encima tuyo, yo soy hijo de un inmigrante chileno que empezó vendiendo vasijas de barro en la Rambla, soy siento orgullo, la mayoría de los de aquí somos criollos. Futballt veszük, hát azt szerintem azt már múltkor is azért beszéltünk arról, hogy hát na, ez egy olyan klub, ami tényleg ötszörös BL győztes. Több kupa van, mint a Népligetben. Igen. Pici-pici csalódás, hogy azt hittük, hogy sokkal hangsúlyosabb lesz a magyaroknak itt a, hogy mondjam, a részvétele, de igazából a LED falon láttam csak felvillani egyszer Kubala László nevét. Végre egy kis Leslie Kubala. Ú, de király. Ú, mekkora tanár volt. Igazállítólag van itt egy szobor, amit igen. Még nem láttunk, de ezt majd pótolni fogjuk, mert mindenképp az öreg Kubalával szeretnénk egy közös fotót durantani. Ugye ez már a Sárkány Centerbe belemászik. Yeah. Azt olvastam, hogy állítólag régen ő volt olyan, mint Beckham. Tehát Beckhamhez hasonlították, mert állítólag, amikor ő elkezdett játszani a Barcában, meg kellett nagyobbítani a nézőteret, hogy, mert akkora érdeklődés lett a nők felől, hogy rengeteg nő kezdett el Barcelonára járni Kubala miatt, mert annyira jó kani volt. Végig megyünk a múzeumban, nem csak a futball erekéket láthatjuk, hanem tényleg szépen tematikusan el vannak választva a mindenféle sport. Van olyan, amire nem tudtunk rájönni, hogy ott ilyen görporcsúja, görhoki, hogy ezek ilyen floorball, ezért. Én csak a kergekocsákban láttam görhokit, meg Fehérváron a futópályán az atlétikapályán. Megtaláltuk a székesfehérvári kergekocsákat. Hát ez zseniális. Tényleg akkor beszéljünk a többi sportról. Hanga Ádámmal már találkoztunk. Ott van Hanga, bazd meg. És még fogunk is remélhetőleg. Szia, mert este megyünk egy Barcelona-Fenerbahce kosármeccsre, ahol megnézzük a magyar franchise player Hanga Ádámot, már alig várjuk. Rengeteg nagy játékost adott Barcelona így a világnak is, tehát hogyha elég, hogy csak a Gasol testvéreket említjük. And a little brother blocks the big brother! Barcelonai születésűek, innen kerültek az NBA-be, talán még Marc Gasol az nem pontosan innen, de ő is nyilván itt kezdett. The Gasol brothers won 5 Spanish League titles playing for the club's basketball team. Anderson Varejao neve, nem tudom mondani nektek valamit, ő a Clevelandbe LeBron James-el játszott együtt, ugye a brazil Anderson Varejao, ő is innen került ki az NBA-be. Primero y único brasileiro a vencer a Liga Europea. Legutóbb 2014-ben sikerült bajnoki címet szerezniük, tavaly viszont már bejutottak a döntőbe, de a Real-al szemben alul maradtak. El Real Madrid defiende el título. És hogyha azt mondjuk, hogy a focinál van nagy, óriás El Clásico és óriás rivalizálás a Madrid és a Barcelona között, akkor még az a kosárlabdára is igaz. I feel like I'm Conor McGregor, get lost in the sauce with the shot that you hated. Yeah. We eat and we all getting traded, my squad going major, I'm on a hiatus. Ez a rivalizálás ugye azért ez nem a sportban gyökerezik, hanem ugye Barcelona a katalán kisebbségnek ugye a fővárosa, a szentélye, és ugye Madrid meg a királyi Spanyolországnak a székhelye, és ez a kettő, amikor ütközik, és elég gyakran ütközik, főleg most ugye, amikor is a katalánok nagyon-nagyon szeretnék a függetlenségüket kivívni, bár ezt a spanyolok nem fogják engedni, politikai és gazdasági okok miatt, te olyan okos vagyok, bazd meg. Én is mondom, hova vágjam. Te olyan okos vagy.
És hát egyébként itt van kézilabda is nem kis szinten. Yo. Yeah. Lo hacemos diferente, ya no miran diferente. Yeah. Aunque suene arrogante como me dice la gente. Yo sigo humilde, no le bajo, lleva los pendientes. Tú dices que por los pendientes ya no soy decente. Yeah. Régi kedves ismerősünk a PIK Szegedből, Tiágus Dos Santos is ide tette át székhelyét. Szép volt, bátya. Ja, jó megnőtt. Hát ezt otthon hogy szívhatták a vérét? Hát mit érhetett ez az, hogy kézilabdázó lett belőle brazilként? Egyen meg a szívét. Az idei BL szezon első, a csoportkörének első fordulójában a Szeged megverte a Barcelonát. Ass up, face there! Preállattal a molta ide, cabrón! Yes! Ass up, face there! Pristine boys on the watch, watch them make now! Like this bitch up! Viszont azóta a Barcelona egyszer sem kapott ki két meccsen. Tehát azóta annyira felszukásodtak. Annyira felszukásodtak ott Szegeden, apukám, hogy azóta vezetik a spanyol bajnokságot is, meg a BL csoportjukat is. Vagy a Barcelonának is volt diákhiteles Sanyi bánál, ezt nem tudjuk. Ha megverjük most a PSG-t, akkor elengedi Feri barátomnak a diákhitelét? Ezt azt kérte, hogy kérdezzem meg mindenképp. És egyébként még egy másik Magyarországról, sőt Szegedről ideigazoló játékos meg kell menteni, Nagy László. Szegedről került ide 2000-ben, és 12 évet töltött itt. Itt játszott, miközben egyébként ő volt a magyar válogatottnak a franchise playere, ugye két negyedik helyet értünk el olimpián, úgyhogy ő is ott volt, ugye Athénban és Londonban. Nice with a big score! És térünk át még egy látványsportra. Un paseíto por las Ramblas Barcelona. Con mis paisas hace calor por la zona. Como dice mal puto Big Eva Miscuti. Disfruto cada vez que el tiempo apuro. Vízilabda. Utána néztem egyébként, mert szerintem, igen, ez a Barceloneta itt magát egy város rész jelöl Barcelonán belül. Hát szerintem olyasmi, és ez a Barceloneta úgy is írta a Wikipédia, hogy ez a szörfösök kedvenc helye, tehát az ilyen tengerparti rész. Ott van a Barceloneta nevű vízilabdacsapat, ami egyébként 2014-ben Bajnokok Ligája győzelmet ért el. Barceloneta de historia! En su primera final, campeón de Europa! Milan Aleksić ideigazolt Szolnokról, és ahogy amennyire tudom, borzasztó jól érzi magát. Az jó volt, egyszer felléptem a Szolnok csapat bulián, és oda köszöntem a szerb asztalhoz, hogy sziasztok szerbek, és Aleksić, én magyar vagyok. Igen, úgyhogy már magyarként igazolt ki ide. Igen. Marad náluk, még Aleksić belövi, hát ilyen nincs. Hangaiék amúgy nemrég jártak itt játszani a Barcelonával, hát nem túl boldogan tértek haza. Perónak kiemelkedik, lepasszolja, és megkapjuk a 14-et is sajnos. És ami még utolsó, hogy tényleg egy szóban megemlíteni, az a futszál. BL győzelmek, vezetik a spanyol bajnokságot, úgyhogy, és ugyanabban a csarnokban játszanak. És nézd meg, kihozták a BL serleget megsétáltatni. Majd torny, nagy forgatás van, földmérés, vagy ilyen? Hát nem tudom, de kihozta, biztos ez már pisilnie kell. Ez volt a Camp Nou vlog. Este megyünk a Barcelona Fenerbahce Euroliga kosármeccsre, ahol reményeink szerint készíthetünk egy interjút a magyar franchise player Hanga Ádámmal, és a holnapi napunk is borzasztóan érdekes lesz, ugyanis a Puma jóvoltából elmehetünk a legújabb stoplisnak a bemutatójára, ahol is olyan nevekkel fogunk találkozni, mint Luis Suárez, Antoine Griezmann, Umtiti, Marozsán, Jennifer és Jan Oblak, Henry. Jan Oblak és Thierry Henry. Igen, hát, tehát óriási videó lesz, gyerekek. Kijelenthetjük, hogy Hanga Ádám a Barcelona franchise player-e? Nem, az a Nico. Hungary. Ah, nice. Saludos. Hello.
Baszki! Azt a mindenit! De jó néz ki! Szóval elég már.